Mi a f***nak szopatom magam azzal, hogy leülök ilyen játékok elé? De most komolyan kérdezem, mi az Isten bajom van? Már a trailerekből messziről ki lehetett szúrni, hogy a Disintegration nem lesz egy nagy eresztés, de gondolom a remény hal meg utoljára, és gondolom a The Last of Us 2 után volt bennem annyi pozitív szándék, hogy bármi jöhet, mindennel szemben elfogadó, befogadó és pozitív voltam. Na ez tartott kb. A Disintegration kipróbálásáig. Ez a játék alapvetően egy FPS nézőpontú stratégiai játék. A lényeg az, hogy mi 10 méterrel a föld fölött lebegünk és a gyalogosainkat próbáljuk terelgetni a földön. Ez azt jelenti, hogy az Xbox esetében az LB gombbal mondjuk meg, hogy hova menjenek, ugyanezzel a gombbal tudunk fókuszált tüzelést kérni egy-egy célpontra, minden egységnek vannak speciális támadásai, például gránát, mortár, vagy ilyen stázis cumó, amivel az eltalált ellenfeleket be lehet lassítani, stb. És a játék így nagyjából ennyit tud, vagy még ennyit sem, mert a Disintegration úgy néz ki, mint valami napközis foglalkozás keretein belül összehozott, összegyúrmázott másolat, amivel a kőbányai piacon kúrják át azokat, akik Destiny-t keresnek. Ez a hub például pont olyan, mintha a Destiny-ből copy-pasztelték volna ide, de annyira azért mégsem. Az egész kialakítás olyan, csak elfelejtették, hogy ott volt ennek értelme. Ott megérte elrohangálni a kiállásoktól a kiállásokig, standoktól standokig. Itt ennek csupán annyi értelme van, hogy kioldhatunk harctéri challenge-eket, amiket egyébként dobhatna a játék magától is, de akkor még ennyi oka sem lenne ennek a foshozatos térnek. A gameplaybe nem szorult jottányi fantázia sem. Emlékszem erre az FPS-RTS hibridre, erre időről időre neki szalad az ipar. Még a Digital Reality-nek is volt hasonló kezdeményezése, ami akkor nem nézett ki rosszul, de marha nehéz volt kibalanszírozni, hogy aki RTS nézetben van, hogyan ne legyen előnyben az FPS-t játszó társával szemben, és fordítva. A játék végül nem is jelent meg, ha jól emlékszem. Na mindegy, szóval ez nem egy egyszerű vállalás, de még ezzel együtt sem kéne, hogy olyan látványosan elvérezzen, mint amit a Disintegration összehozott. A gunplay egyszerűen siralmas. Ebből a lebegő platformból lőni bármire is keservesen nehéz, ami persze nem lenne amúgy sem szükségszerű, hiszen elég lenne a csapatainkat koordinálni, meg hílelni, vagy javítani, mert itt robotok vannak, ami igazából ennyi különbséget nyújt az emberekhez képest. Meg folyamatosan azt éreztem, hogy tőlem megvonták a harcokat. Nem tudok kiszállni ebből a röpködő taktikai szarból, nekem benne kell lennem. De igazából még ez is védhető lenne, ha ebbe pakoltak volna némi variációt, mondjuk a fegyverzetbe, a pajzsba, vagy nem is tudom, mi van még. Mondjuk hozzáteszem, hogy eleve nem értem, hogy ha már kvázi felülnézetből kell menedzselnem az egységeimet, akkor mi a francért nem tudok ennél a 10 méternél magasabbra emelkedni. Kurva szegényes a gunplay, egyszerűen nincs semmivel fűszerezve, ízesítve ez a nyers, rágós massza, pont olyan, amilyen főzés előtt minden hús szokott lenni. Fogyasztásra alkalmatlan. Kivéve talán a tatár beefsteak, ami nyers húsból van, és imádom. De azt is szokták fűszerezni, szóval még ahhoz sem ér fel. Ha játszol a Disintegration első pályáján, és mondjuk van annyi türelmed, hogy adj egy esélyt a tutoriálnak, akkor konkrétan mindent láttál abból, amire ez a játék képes. Mindent! A játéktér is nagyban emlékeztet a Destiny-ben látottakra, kis csapattal vonulunk előre, és öljük lefelé a ránk zúduló ellenfeleket, vagy próbáljuk kilőni a kulcsfontosságú pontokat. Általában sok shooter szintén megáll ennyi vállalásnál, de esküszöm legtöbb játéknál ez messze nem ilyen kurva unalmas, már kapásban az első pályán ki kell menteni a társainkat, és visszavinni őket a kivonási pontra, és ahogyan lenni szokott, ilyenkor felbukkan az ellenfél. Na igen. Csak hogy nem kell velük megküzdeni, mert a játék valahogyan mindig a járművünk vonzás körzetében tartja a csapattagjainkat, függetlenül attól, hogy én a levegőben suhanok, ők meg a földön botorkálnak. Ennek hála a csatatéren lényegében átteleportáltam velük, és kikerültem a csatákat, és a nyakamat rá, hogy ez nem így volt kitalálva. Szánalmat nem tud ébreszteni magával szemben, mert ahhoz is valamivel próbálkoznia kéne. De a Disintegration minden értelemben véve szar. Az embereimnek kiadom az utasítást, hogy menjenek valahova, és nagyjából oda mennek. De azt felejtsétek el, hogy használjanak mondjuk fedezéket, bevegyék magukat egy épületbe, vagy valahogyan összedolgozzanak, azt is felejtsétek el, hogy bevetésről bevetésre megválogathassuk a csapattagjainkat, vagy azok fegyverzetét, mert ezekhez a dolgokhoz semmi közünk, pedig ezt még a Gears Tactics is tudta. Jaj, de hát ez egy indie játék, nem lehet tőlük elvárni ennyi mindent. Milyen érdekes, hogy amikor az indie kerül terítékre, rögtön az igénytelenség lesz az új Eldorado. Na mindegy.
Az a baj, hogy a Disintegration címénél beszédesebben semmi nem írhatná le ezt a játékot. Szétesik. Atomjaira hullik. A koncepció nem működik, és nem csak a gameplayről beszélek. Ja, várjál! A harcok közben szemetet kell gyűjtenünk. De frankon, szemetet szedünk össze mindenféle szart a pályáról, ami kihullik az ellenfélből. Guberálunk ilyen vakont túrásokban, meg még itt-ott. Ezekből fogjuk fejleszteni magunkat, ami kurva hasznos, mert mint mondtam, igazából a komponenseink teljesítményét tudjuk bikázni, de effektív cserélgetni azokat nem. Mondjuk úgysem látszik belőlünk szar sem, szóval igazából tök mindegy. Pedig látszódhatna, ha játék támogatná co-op módot, amit elvileg tud, csak ugye a gyakorlatban nem. A másik pedig, amit nem tud, az a checkpoint rendszer. A harmadik pálya végén hagytam abba, és két nappal később, amikor újra bekapcsoltam a konzolt, elfelejtette azt a mentést, és kezdhettem volna a pályát előről, ha nem lenne a játék egyébként olyan ótvarszar, hogy már a megye határól érezni a jöttét. Van itt valami történet is, de molyoljon azzal, akinek két anyja van. Egyszerűen nem látszik ki a trashből, amit ez a Disintegration képvisel büszkén. Valami történt az emberiséggel, ami miatt az emberek géptestbe oltották magukat, vagy mi fene, és most ez van, és csépeljük egymást tovább. Nem tudom, ebben a korszakban a szexrobotok használata természetes jelenség, vagy ugyanolyan fura, mint azelőtt. Na mindegy, a nyakamat rá, hogy ezt csak azért találták ki, mert ellenkező esetben rém nehéz lett volna megmagyarázni a fronton elesett társainkat, hogyan droppoljuk vissza pár percnyi szervizmunka után, de erről már beszéltem a videó elején. És az igazi röhely, hogy ezt a rettenetet az a Marcus Leto dobta össze, aki kreatív vezető volt a Bungie-nál, és társszerző a Halo univerzum megalkotásánál. Mondanom sem kell, hogy ebből semmi nem látszik itt, és ezt olyan vehemensen nyomják a Disintegration reklámjánál, hogy valósággal leforrázott, amikor láttam, hogy a játék sem co-opot nem kapott, sem értelmes multiplayert, és az értelmes alatt azt értem, hogy ami legalább működik. Érdekes, hogy a multiplayer módok kiválasztásánál azokat sehogy nem lehet aktiválni. Ha megnézitek alul, nem jelenik meg semmilyen gombkijelzés. Azért, mert valamiért nem is lehet ezekben a menüpontokban beljebb lépkedni. Viszont van menüpont, ami működik. A Store. A mikrotranzakció. Ahhoz lusták voltak, hogy a játékot rendesen összerakják és valahogy működjön, de fizetős kontentre azért jutott idő. Egyébként a teljes képhez annyit még hozzátennék, hogy Cimbivel egyszer sikerült elindítanunk a matchmakinget, ami 9 percnyi parti keresés után sem járt eredménnyel. Most vagy egy partira való Disintegration játékos sincs Xboxon, vagy olyan zseniális a matchmaking, mint a játék minden más oldala. Igazából nem sikerült rájönnöm, minek játszottam a Disintegration-nel, azt meg végképp nem tudom elképzelni, miért vetemedne rá bárki, de ha van valami, ami aztán abszolút nem fér a fejembe, az, hogy ez hogyan tetszhet bárkinek. A sztori nem érdekes, a gameplay elnagyolt, a gunplay szar, a grafika nem egy nagy eresztés, aki pedig valamennyi Halo érzést remél, az semmi ilyesmit nem fog kapni, csupán egy lelketlen Destiny másolatot, ami sokkal silányabb, mint amekkora különbséget az árrés indokol. Szóval... én meg is köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kérlek, és hamarosan találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!